Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV-t, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióját látják. A város friss közéleti és sporthíreivel ez a pont ma. Február 4-e csütörtök van. Híradónk élén főbb témáink röviden. APEC. Csupán két pécsi cég van az adóhatóság nemrég közzétett fekete listáján. Elbocsátás. Leváltották a Pécsi Nemzeti Színház balett tagozatának vezetőjét. Vince perrel fenyegetőzik. És párbajtőr. Városunkban rendezték a juniorok és a felnőtt hölgyek párbajtőr országos bajnokságát. Jó adózók a pécsiek, legalábbis ez derül ki az APEC legújabb fekete listájából. A 13 oldalnyi felsorolásban mindössze két pécsi név található. A jelentős adóhiánnyal érintett adózók több mint 50%-a budapesti illetőségű. És itt van ez az aktuális lista. Ez az a bizonyos fekete lista, nyilvános. Az APEC negyedévente teszi közzé a jelentős adótartozással rendelkező cégek és magánszemélyek névsorát. A listán tömegével szerepelnek kereskedelmi és szolgáltató cégek, de szép számmal találik köztük építőipari vállalkozásokat és ingatlan forgalmazókat is. Ezek közül mindössze kettő a pécsi székhelyű cég, sőt a dél-dunántúli fekete listások száma is néhány százalék. Az adóhivatalnak törvényi kötelezettsége ezt negyedévet követően mindig közzé tenni. Ezen a listán azok az adózók szerepelnek, akik magánszemély esetén 10 millió, cégek esetén pedig 100 millió nagyságrendű adóhiánnyal, illetve jogkövetkezménnyel érintettek. Idén először az egyéni vállalkozók felfüggeszthetik tevékenységüket anélkül, hogy adózniuk kellene, de az eddig felhalmozott tartozást ugyanúgy ki kell egyenlíteni. Többek között erről is szó volt a kereskedelmi központban tartott adófórumon. A 90-es években volt még szünetelésre módja az egyéni vállalkozóknak, azonban ezt követően nem volt mód a szünetelés hivatalos bejelentésére, azaz az egyéni vállalkozót élőnek, működőnek, napjainkban is működőnek tekintettük akkor is, ha nem végezte a tevékenységét. A fekete listán nem szerepelnek azok, akik jogerős fizetési könnyítéssel rendelkeznek, és fizetik is azt. Viszont azok még a listán vannak, akiknek még folyamatban van kérelmük elbírálása. Leváltották a Pécsi Nemzeti Színház balett tagozatának vezetőjét. Az önkormányzat értetlenül áll az ügy előtt. Vince Balázs pedig perelni fog. Ezek a képek még tavaly novemberben készültek a Giselle című balett előadáson. A darab nagy siker most is. Rendezője Vince Balázs. Ez pedig az a pillanat, amikor szintén Vince Balázs a Pécsi Balett tagozatvezetőjeként átveszi a Baranya megyei Prima díjat. A balettigazgatót február 1-ével leváltották a társulat éléről. Az elbocsátás okáról a Pécsi Nemzeti Színház vezetőjét kérdeztük, ő azonban ezt nem árulta el. Balikó Tamás a színház belső ügyének tartja Vince leváltását. Az ötökig az indokok, amelyek sok rétűek nem tartoznak a nyilvánosságra, illetve belső ügynek tartom. Természetesen megindokoltuk a döntést a Vince Balázs felé is, aki elfogadta az indokokat. Sok minden csinált ő jól, és sok minden csinált ő rosszul. Azt, hogy mit csinált Vince jól vagy rosszul, a színház vezetőjétől nem tudtuk meg, semmi, sem a Pécsi Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke. Révész Mária szerint a balettigazgató leváltása váratlan és meglepő. Igazából nem értem az igazgató úr döntését, mert az 50 éves Pécsi Balett éppen készül az 50. évfordulójára. Nem tudom, hogy művészileg mennyire indokolt most egy vezetőváltás, és kétségeim vannak azt arról, hogy ez a lépés eléggé megfontolt és meggondolt volt. Azt gondolom, hogy ennek személyes indokai vannak. Ezt már az egykori társulatigazgató mondja, aki február 1-e óta már mint magántáncos dolgozik a Pécsi Balettben. Vince Balázs úgy véli, Balikó döntése jogszerűtlen volt, emiatt pedig perelni fog. Én meg fogom tenni a jogi eljárásokat, azt kell tudni, hogy nekem 2011. július 31-ig szól a vezetői kinevezésem. Én a visszahelyezésemet fogom kérni a bíróságtól. Vince Balázs 2005. augusztusától volt a Pécsi Nemzeti Színház balett tagozatának vezetője. Helyére Kovács Tibort, az Állami Balettintézet tanárát nevezték ki a társulat igazgatójának. Szenzációs kéziratot találtak Janus Pannoniustól. A reneszánsz költő kéziratára Szentmártoni Szabó Géza bukkant rá egy nápolyi könyvtárban.
Vedd szívesen gyarló versem, nagy hírű királyom, mit múzsánk a neved tiszteletére dalolt. Ám nem azért, hogy a régi sebet föltépje a dallal, mely az idők múltán már bizonyára befort. Janusz halhatatlan sorait először egy pécsi színművész, Lipics Zsolt szavalhatta el. A vers részeiben eddig sem volt ismeretlen. A teljes kéziratot azonban csak most az internet segítségével találták meg. Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész Nápolyban fedezte fel. Boldog ráismeréssel vette tudomásul szentmártoni Szabó Géza azt, hogy ez az a Janusz mű, amelyet eddig Magyarországon, illetve általában csak a töredékében ismertek. A vers először a Jelenkor című irodalmi folyóiratban jelent meg február elején. A dicsőítő himnuszt egy melléklet formájában közölték. A mű a hiányzó láncszem Janusz korai és késői versei között. Az előtte való korszakból azonban csak kisebb verseket ismerünk. Ez tulajdonképpen egy lépcső az életművet megkoronázó nagy epikus versekhez. A teljes költemény 1043 soros, versformája hexameter. A rásújtott karttól lerogy ott belehalva, agyvelejével a vér keveredve fakadt ki a sebből. Pert nyert a Tettye forrásháza pécsi vízművel szemben. A Somogy megyei bíróság első fokon döntött abban a perben, amelyben a pécsi vízmű a forrásház alapító okiratát támadta meg. A vízmű érvelése szerint a város nem alapíthatott volna közműcéget, és vitatta az erről szóló közgyűlési döntés jogszerűségét is. A stúdióban Szabó Iván, a forrásház jogi képviselője. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! A vízmű tehát azt állítja, hogy a forrásház létrehozásában törvénytelenségek voltak, és ugye magát a közgyűlési döntést is vitatják. Mik voltak az érveik, mivel érveltek? Tulajdonképpen sok észszerű érvük nem volt. Azt kell látni, hogy ez a PER csak egy eszköz volt. Azt tapasztalhatják elég sokan, hogy minket minden oldalról próbálnak támadni. Nyilván ennek a célja annak a kártét és összegnek a feltornázása, ami a francia cég követel a pécsi várostól, és ehhez eszközként használja fel a pécsi vízmű ZRT-t. Ennek volt egy súlyosabb következménye is, az, hogy Pécs megyejogú város ellen az ISPA támogatások kérdésében arra hivatkozással indult egy szabálytalansági eljárás, hogy a Tettye forrásház ZRT ellen indult egy ilyen per, és ez a per nyilván feljegyzésre is került a cégkivonaton. Úgyhogy nekünk nagyon fontos volt, hogy ez a per jól záruljon, de a bíróság hála Istennek megértette az érveinket, és ennek megfelelően döntött. Mivel érveltek önök? Mik voltak ezek az érvek? Hát, tulajdonképpen nem sokat kellett érvelnünk, hiszen az önkormányzat éppen a Nemzeti Fejlesztési Igazgatóság határozatának tette eleget, amikor megalapította ezt a céget. Talán kevesebben tudják, hogy 2009. márciusában a Fejlesztési Igazgatóság indított egy szintén szabálytalansági eljárást a város ellen, és az itt felvett 3 milliárd forintos ISPA támogatás visszafizetése érdekében, mivel a pécsi vízmű részben magántulajdonban volt, és ezeknek a támogatásoknak a címzetje nem lehet egy magántulajdonú társaság, és 2009. augusztusáig adtak határidőt a városnak arra, hogy egy 100%-os tulajdonú céget alapítson. Tulajdonképpen ennek tette eleget a város a cég megalapításával. Mi a következő lépés, ez a per hol és hogyan folytatódik? Hát attól függően, hogy a felperes fellebbeze, annak megfelelően fog ez majd tovább kerülni. Mi úgy gondoljuk, hogy a másodfok nem fog ez az ítélethez hozzányúlni. Több per is fut párhuzamosan, hiszen januárban a Kaposvári Bíróság felfüggesztette a két cég közötti birtok háborítási pert, mondván, hogy a másik az üzemeltetési szerződés ügyében zajló eljárástól függ a birtokháborítási per kimenetele. Milyen összefüggés van a két per között? Tulajdonképpen ennek a felfüggesztő végzésnek volt egy nagyon fontos tétele, és pedig egy olyan kérdésben foglalt állást a bíróság, ami nekünk igen erős érvelésünk volt az eddigiek folyamán, mégpedig az, hogy a Tettye forrásház közérdekű igénybevétel jogcímén jogszerűen lépett birtokba, hiszen mindenki hallott különböző rémhíreket terjesztettek, hogy fegyveresen éjszaka, meg ejtőernyőstök, ezzel minden utaságot hallottunk már. Gyakorlatilag itt a bíróság kimondta azt, hogy ez a birtokba lépés jogszerű volt. A birtoklásnak a ténye, hogy a szerződésünk a várossal érvényese, az egy választott bírósági eljárásnak lesz a következménye. Bár én azon az állásponton vagyok, hogy tulajdonképpen ebből a 20-30 perből, ami jelenleg van a két fél között, tulajdonképpen egynek sem kellene lennie, egy nagy pernek kellene lennie. Ez Bécsben kellene, hogy folyjon, és a Suez és a város között kellene, hogy folyjon, és arról kellene szólni, hogy kell-e kártérítést fizetnie Pécsnek. Ez az egy per viszont nem létezik.
Tehát ön már többször, ugye most is többször azzal érvelt, hogy tehát nem a felperes és az alperesek között, hanem a pécsi önkormányzat és ugye a francia cég között van a vita. Most egy ilyen megnyert forduló után mi várható, milyen változás várható ebben? Én azt gondolom, hogy közeljövőben nem várható ebben különösebb változás. Mind a két fél a választott bírósági eljárással vár. Választott bíróság fogja, valószínűleg azért nem egy tárgyalás, hanem több tárgyalás fog ebben a kérdésben zajlani. Egyáltalán abban a kérdésben kell dönteni a választott bíróságnak, hogy a magyar választott bíróságnak van-e jogosultsága ebben eljárni, illetve abban a kérdésben, hogy jogszerűen került-e felmondásra a Pécsi Vízmű Zrt-nek az üzemeltetési szerződése. Hogy áll most a felszámolás, ugye? Én nem tudom, hogy felszámolási eljárás folyik-e a Pécsi Vízmű ellen. Arról van tudomásom, hogy nagyon sok hitelező nyújtott be felszámolási kérelmet a Pécsi Vízmű Zrt ellen. Erről minket tájékoztattak is. Nem örülünk neki, és nagyon reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni, hiszen Pécsnek az nem lenne egy jó esemény, hogyha a Pécsi Vízmű felszámolás alá kerülne, hiszen Pécsnek is 300 millió forintos értékű részvénycsomagja van ebben a cégben. Van egy picit ehhez kapcsolódó, de másfajta ügy is, hogy úgy tudjuk, hogy a Vízmű céges autóira lejárt a kötelező biztosítás, és hogy a tettje nem kötött újra, és ebből adódhatnak vagy adódnak problémák. Mit tudon erről? Egyrésztről nem tudjuk pontosan azt, hogy kinek a tulajdonát képezik ezek a gépkocsik. Mindenki tudja, hogy a Pécsi Vízmű az 60%-ban, 51%-ban Pécs városának a tulajdona. Tehát itt is van egy kérdés. Ezen kívül vannak leasingelt gépkocsik, amelyek a leasing cégnek a tulajdonát képezik. Ők meg is kerestek bennünket egyébként, már csak kvázi könyörögnek azért, hogy vállaljuk át a leasing díjakat. Amennyiben ez megéri a cégnek, hogy nyilván ezt meg fogjuk kötni ezeket a szerződéseket. Illetve vannak olyan gépkocsik, amit várunk, hogy egyáltalán elviszik-e őket, vagy át tudjuk-e őket adni. Hiszen feljelentések történtek ebben az ügyben, perek indultak ebben az ügyben, csak arra nem került sor, hogy elvigyék ezeket a gépkocsikat. Amennyiben szükséges, akkor a tettje forráshoz be fogja szerezni az új gépkocsikat, erre megvan a anyagi ereje hozzá. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött a stúdióba. Köszönöm szépen. Most pedig lássuk, mi minden történt még Európa kulturális fővárosában az elmúlt 24 órában. Hírösszefoglalón következik. A megyei választási bizottságok mintegy 30 tagja tette le csütörtökön esküjét a Baranyai Önkormányzat székházában. Ez ahhoz szükséges, hogy a választási bizottságok megkezdhessék működésüket. Az esküszövegét a választási törvény szabályozza. Az országgyűlési választások első fordulóját április 11-én tartják. A megcsappant érdeklődés miatt február 4-én csütörtökön az országban bezárt az oltópontok többsége. Aznak még beadták az injekciókat, de péntektől jobbára már újra csak a házi orvosi és üzemorvosi rendelőkben lehet kérni a vakcinát. Az ANTS regionális intézeteinek nemzetközi oltóhelyén, például Pécsett a Szabadságúton viszont továbbra is beadják az új influenza elleni oltást. A tettyei méztufa barlanggal és lakóival, a manókkal, sárkányokkal és ezek kalandjaival kapcsolatban hirdett meseíró pályázatot a Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága. Arra kérik a felső tagozatos általános iskolásokat, hogy ragadjanak tollat, engedjék szabadjára fantáziájukat, töltsék meg élettel, izgalmakkal a tettyei méztufa barlang járatait, termeit vagy éppen barlang lakását. A pályázatok leadási határideje február 15-e. A Lehet más a politika társadalmi kezdeményezésből nőtt párttá. Tagjai közül többen hosszú évek óta részt vesznek különféle civil szervezetek munkájában. Az LMP gyakorlatilag három pillérre építi a programját. Az egyik a fenntartható fejlődés, ebbe beletartozik az egészséges élelmiszer vidékfejlesztés, a második pillér az igazságosság kérdése, esélyteremtés az elesetteknek, a harmadik pedig a részvétel, hogy lehetőleg vonjuk be a lakosságot. A Lehet más a politika Baranya megyei szervezete mind a 7 megyei választókörzetben indít politikus jelölteket. A helyi területi problémák ismerőiként vállalják, hogy más lesz a politika. Meg kell állítani a nyugdíjasok elszegényedését, és meg kell teremteni az idősek anyagi biztonságát.
Ezek a legfontosabb teendők a Fidesz nyugdíjas tagozatának elnöke szerint. Egyéb feltételek segítésével, javításával az egészségügyi elérhetőség, a gyógyszerár kompenzációk, a legkülönbözőbb olyan lehetőségek, amelyekben az idősödő emberek, ha magukra maradnak és fogyatékossággal élnek, betegségekkel élnek, akkor ebben is kapjanak közvetlen nagyobb támaszt, biztonságot és átláthatóságot. Iván László hozzátette, a fiataloknak állásokat kell teremteni, hogy a nyugdíjrendszer biztos lábakon álljon, és erre alapozva kell megvalósítani a nyugdíjreformot. Fotóhasználati taktikákkal ismerkedhetünk meg a Hattyúház Galéria legújabb kiállításán. Egy fiatal művészettörténész, Tóth Árpád, a Makói Grafikai Művésztelep 70-es-80-as éveinek alkotásaiból válogatta a tárlat anyagát. A bemutatón pécsi művészek munkáival is találkozhatunk. A gyűjtemény 1000 darabból áll, ebből most közel 100 látható a Hattyúház kortárs művészeti kiállítótérben. Egy kortárs történet, hanem inkább egy ilyen visszautaló történet. A 70-es, 80-as évek meghatározó képzőművészeinek, mint például Atalai Gábor, Bukta Imre, Tolva Jernő, Pincehelyi Sándor alkotásai lógnak a falakon. Mintegy 60 művész fordult meg 14 év alatt a makói művésztelepen. Az úgynevezett fotóhasználati taktika abban rejlik, hogy a fotóhoz rendhagyó módon nyúltak, tudjuk meg Tóth Árpádtól. Nagyon érdekes mondjuk a fotónak a poppal való, a poppartal való kapcsolódása, mint mondjuk a Pincehelyi Sándornál, de nagyon érdekes a fotónak a személyes mitológiákkal való összekapcsolása, mint például Gémes Péter, Hajas Tibor, de hát kiemelhetni mondjuk Baranyai Andrást is. Ezen alkotások fotóalapú grafikák. Megláthatjuk, hogyan lehet a fotót másként alkalmazni. Technikailag mindenképpen szükséges egy nyomdász háttér. Ez keltette fel az érdeklődését a Közelítés Művészeti Egyesület elnökének, Vargaritának is. Berlinben a zárt fórumon találkoztam vele először, mert korábban hallottam róla, és akkor együtt jöttünk haza a repülőn, és elkezdtünk beszélgetni, hogy neki milyen gyűjteménye van, és hogy ő tulajdonképpen a makói művésztelep kutatója, és ő ezzel foglalkozik, ebből egy könyvet is szerkeszt vagy ír. A gyűjteménynek ez volt a második bemutatkozása. Novemberben Szentendrén láthatták az érdeklődők. A tervek szerint vándorkiállítás lesz belőle. A pécsi válogatás február 26-áig tekinthető meg. Mindjárt jönnek a sporthírek, de előtte lássuk, milyen időjárásra számíthatunk térségünkben. Kisé enyhül az idő az előttünk álló napokban. Pénteken nyugat felől fokozatosan megvastagodik a felhőzet az ország felett. A délelőtti órákban keleten még néhány órára kisüt a nap, majd ott is megnövekszik a felhőtakaró. Délután nyugaton, délnyugaton hószálingózás, havas eső, helyenként eső várható. A hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul. Most következzenek a friss sporthírek Nyilas Lászlótól. Laci, párbajtőr. Igen, köszöntöm én is a kedves nézőket. A sportág országos bajnokságát rendezték a hétvégén Pécsett. Rangos országos párbajtőr vívó verseny volt a hétvégén a PTA torna csarnokában. A junioroknak, valamint a felnőtt hölgyeknek rendeztek válogatóversenyt. Az eseményről készült tudósítást láthatják most. Csattogtak a tőrök és villogtak a lámpák a találatjelző gépen. Néha nagy zaj, néha pedig igazán kellemes csend fogadta azokat, akik a PTE Peac ifjúsági párbajtőr válogatójára, valamint a női szakág versenyére kilátogattak a hétvégén. Az olimpiai bajnok nagy tímje a sikerét hozta a vasárnapi nap a hölgyek versenyében, és bár a védős isak miatt egymás szemébe igazából nem tudnak nézni a versenyzők, mégis férfiasan kemény küzdelmeket vívtak. A hölgyek versenyét vasárnap az olimpiai bajnok nagy tíme a nyerte, Takács Emesét verte 15-11-re, a harmadik helyen Szele Réka Kási és Békefi Edina végzett. Szombaton a junior fiúk és lányok válogatóján is valószínűnek tűnt, hogy ez az egész napos küzdelem nem a PTE-pe, az versenyzőiről szól majd. A junior világbajnok aranyérmes Györgyi Levente nyerte a fiúk versenyét, a hölgyeknél pedig Békefi Edina végzett az első helyen.
A pécsiek közül Faludi Péter a 17., Berta Dániel a 19., Körtesi Márton pedig a 20. helyet szerezte meg. A PTL Peac vezetőjének kitűnő rendezését Dancsházi Nagy Tamás, a női szakág vezetője is elismerte, és február 13-án a felnőtt válogatót is itt rendezi majd meg a sportág. Legközelebb tehát ismét rangos párbajtőrverseny lesz Pécsett. Az elkövetkezendő néhány másodpercben fontos információkat láthatnak a képernyőn. Láthattak összefoglalót a híradóban már a városi döntőről, a megyei verseny következik. Ezt a mérkőzést, a Fűszért FTC találkozót a Pécs TV-ben is láthatják majd kedden. És végezetül a PMFC ismét nyert egy előkészületi labdarúgó mérkőzést a Pogány ellenében. Ez volt a Pont ma a Pécs TV-n, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióján. Friss közéleti és sporthírekkel továbbra is rendszeresen várjuk Önöket a képernyők elé. És ne feledjék, írjanak nekünk a hiradokukac.pectv.hu címre, vagy hívjanak minket az 513-100-as telefonszámon. Tudósításainkat, riportjainkat pedig megtekinthetik a www.pectv.hu honlapon is. Köszönjük figyelmüket! Viszontlátásra! Viszontlátásra!